Az NMHH kutatásából az is kiderül, hogy a magyarok 93%-a inkább csak magánügyi célokra használják a chat applikációkat, munkaügyben alig több, mint a megkérdezettek fele. Szexhárdon inkább generációs különbözőségekkel találkoztunk. Telefontként használom, néha pedig a Messengert. Aztán úgy nagyjából kész is már. Sok sületlenséget azt nem olvasom rajta. Facebookon, ami fönt van, az gyakorlatilag nudli. Annak a felesége igaz kb. Úgyhogy ezért nem nagyon szoktam. A telefon telefonálásra való, szerintem, és rövid üzenetek továbbítására, nem pedig órákig lotyogásra. Én úgyhogy így szoktam használni. Ez a mentalitás másnál is tetten érhető. Szintén Messenger, egy kicsit néha híreket olvasgatok, de azt is mértékkel, meg telefonálásra, másra nem. És azt is hagyományosan, vagy Messengeren keresztül is szoktam? Hát Messengeren üzeneteket néha, de a hagyományost jobban érték, nagyobbra értékelem. Persze azért akadnak olyanok, akik már inkább az internetes csevegést preferálják, de azért a hagyományos megoldásokat is kedvelik. Legtöbbször inkább csak simán hívok, nem szeretek videóhívásozni, az úgy nem tudom. Az olyan személytelen, vagy nem is tudom nekem, mert az úgy furcsám, de inkább csak sima hívásokra. Természetesen az internet és a technológia adta előnyöket, mint a videóhívás vagy a csetelés is kihasználják. A felmérés szerint az idősebbek 35%-a több mint napi fél órát használ csevegő alkalmazásokat, míg a fiataloknál ez 70 és 65% között mozog. A interneten is, már előfizetésem is van, úgyis, úgyhogy minden. Csetelni? Hát Messenger, meg néha WhatsApp. Ezek. Videóhívás ilyenek? Ah, igen, a testvéreimmel. És inkább a hagyományos, vagy az internetes hívásokat preferálod? Szerintem az internetes. Úgy tűnik tehát, hogy a hagyományos távkommunikáció még nem veszett ki, a mondandónk sem lett kevesebb, de egyértelműen teret hódít az online, ezáltal pedig folyamatos fluktuáció lép elő társalgásunkban.